Hát a KFT-nek a történet elég régen, 1978-ban és 79-ben indult, amikor édesapám elkezdte ezt a szakmát gyakorlatilag, mint rájöttél műszerész, és hát bátán kezdődött ez az egész, ahonnan a vételi viszonyok miatt a hegyről kellett lehozni egy antennával a tévéjelet, és hát onnan indult, hogy gyakorlatilag a házunkhoz hozott le egy ilyen kábelen keresztül, meg erősítőn keresztül antenna jelet, és innen indult. És aztán ezt a rendszert Szekszárdon, a Kölcsei lakótelepen kezdtük el 78-ban építeni, majd 79-ben Dombóváron ugyanúgy egy lakótelepi antennarendszert. Hát akkor még antennarendszerek voltak, és a cél nem az volt, hogy internetezzünk, meg ilyesmit csináljunk rajta, hanem a cél az volt, hogy ne kelljen minden lépcsőházra külön antennát fölrakni, mert akkor úgy működött a lépcsőházak, hogy minden egyes lépcsőházon külön antenna árboc volt, és úgy lehetett tévézni az adott lépcsőházba. Ez inkább a tömbházas részekbe értendő. Ugyanígy családi házra is egy antennát kellett felszerelni, hogyha bárki tévézni szeretett volna. Ezt a mai fiatalok már talán nem is emlékeznek rá. De innen indult, és gyakorlatilag akkoriban a Magyar 1, Magyar 2, meg a jugoszláv adókon kívül más nem is lehetett itt fogni. Tehát akkor még műholdas adás sem volt. Az 1985-ben indult egyébként Magyarországon, az még elvileg a rendszerváltás előtt indult, és hát onnan fejlődött tovább, aztán úgy épültek a hálózatok kis településeken is, főleg ahol elsősorban a rossz vételi viszonyok miatt épültek meg hálózatok, ahogy az elején mondtam is, és azzal, hogy a színes tévék már ugye kezdtek bejönni a 80-as évek közepétől, és a színes tévéken normális képet lehessen produkálni, ahhoz kellett rendes jelet produkálni, és hát ezért épültek ki hálózatok először, főleg nagyvárosokban, aztán kisebb településeken is, amelyek dombok között helyezkedtek el, és a dombokból olyan volt a vételi viszonyok, hogy nem mindenhol lehetett fogni az adást, nem minden utcájában az adott településnek, és ebből indult ki, hogy építettünk egy hálózatot. Akkor még a régi sorosrendszerként nevezett padlásról padlásra hálózat épült, és minden padláson volt egy leágazó, és úgy láttuk el az adott tévékészüléket tévéjellel. Hát ez volt a 80-as évek. Aztán jött a 90-es évek. A 80-as évek legvégén a műholdas adás, akkor szaporodtak a csatornák száma, tehát akkor szaporodott a csatornák száma elég nagy száma, de akkor már ilyen 20-30 csatornát is el lehetett érni. Aztán a nagy lendület az HBO, 93-94-ben jött az HBO, mint kódolt külön mozi csatorna, csak dekóderre lehetett nézni, abba is nagyon jó eredményeket értünk el. A hálózatunk 40%-kal, több mint 40%-ával gyakorlatilag nézték az HBO-t, mert ugye akkor az lehetett. Aztán ugye a későbbiekben meg elindult kísérleti jelleggel ugyan 97-ben az internetszolgáltatás, ami a kábelhálózat alkalmas oda-vissza kommunikációra, tehát ez volt a működési alapja. Ugyanebben az évben indult el optikai kábelépítésünk is, gyakorlatilag Szekszárdról Tolnára kivittük a jellet, a szekszárdi feljáromás jelét optikai kábelen, és hát ez az optikai kábel volt az első mérföldkő nekünk, aztán ez épült tovább és tovább a 2000-es évek legelején. Gyakorlatilag az előzőleg régebben egy korábbi rendszerként megépített kistelepülési hálózatokat, amik egy-egy fejállomással működtek az adott település központjából, például mondjuk Zombán, vagy Gyönkön, vagy éppen Nagymányokon. Ezeket összekötögettük gyakorlatilag optikai gerinckábellel, egy teljesen új hálózatot építettünk, és így indult el rajta ott is, minden lehet ott indulni a 2000-es évek legelején az internet szolgáltatás. És hát ez volt a következő mérföldkő, aztán 2000-es évek közepén, 2006-7, amikor meg elindult gyakorlatilag a digitális kábel-tv szolgáltatás, ez azt jelentette, hogy egy analóg csatorna helyén akár 8-10-szeres kapacitással több csatornát el tudtunk vinni. És ez már digitális minőségű volt, itt már CD minőségű hang volt, ekkor jött be a HD adás is, tehát ez egy következő lépés volt, illetve ekkor indítottuk el a szolgáltatásaink közül még a telefonszolgáltatást.
az internet mellett. Hát ennek is szerencsére most is majdnem a ügyfeleinek a majdnem 50%-a telefonszolgáltatást is igénybe vesz a tévé és internet szolgáltatás mellett. Tehát körülbelül ez volt a 2000-es évek közepe, és hát a hálózat közben épül tovább, fölvásárlások, akvizíciók által, tehát így került hozzánk a mondjuk a Bonyhádi régió, a Völgység hálózata, aztán így mentünk tovább Paksi irányba, és következő településekre. Aztán 2000-es évek legvégén, 2009-ben került hozzánk a Zalai régió, akkor még csak 50 településsel, amit aztán tovább építettünk. Mindig igyekeztünk kihasználni az adott időszakban rendelkezésre álló pályázati forrásokat, mind a 2000-es évek elején, aztán a 2010-es, 2015-ös évek környékén is, és ezekkel is tudtuk hálózatainkat továbbfejleszteni, és tovább növelni ezt a gerinchálózatot is, meg a lefedőhálózatot is. Tehát gyakorlatilag így jutottunk egyre több és több előfizetőhöz, egészen a mai állapotokig, tehát még a 2000-es évek legelején körülbelül 24 ezer ügyfelet szolgáltunk ki, most jelenleg ez már 120 ezer fölötti ügyfélszámot jelent tévés szolgáltatásban, és gyakorlatilag ezt fejlesztjük tovább internetbe is, majdnem ennyi ügyfelet szolgálunk ki, és ahogy mondtam, telefonba is. Sőt, most már még egy 5 évvel ezelőtt még egy lábunk kinőtt, hogy úgy fogalmazzak, ez pedig a mobil szolgáltatás. A mobil szolgáltatással is elindultunk, gyakorlatilag most van éppen 5 éve, hogy megkötöttük ezt a szerződést. Ott egy idegen hálózatot használunk, és egy úgynevezett virtuál hálózatüzemeltetőként működünk, saját név alatt működtetjük ezt a szolgáltatást, ezt is kedvelik az ügyfeleink. Én erre lettem nevelve, hogyha így szép finoman fogalmazva. Tehát gyakorlatilag én mentem mindig édesapámmal, és együtt dolgoztunk. Én amikor a rendszer elindult, akkor én 10 éves voltam, és hát a tanulmányaim is ebbe az irányba folytattam tanulmányaimat, és utána aztán már felsőfokú tanulmányaimat is ebbe. Tehát én azt gondolom, végig dolgoztam. Minden nyáron azért muszáj volt dolgozni, tehát az a gyerekkorunkban nem hagyta azt édesapám, hogy ne dolgozzak, és hát ebben próbált bele vinni az egészbe, és hát így én gyakorlatilag 92, tehát a Tarka FT első két évében tevékenyen nem vettem részt, mert akkor még éppen Győrben voltam, de utána kapcsolódtam be, mint műszaki vezető tervező, a hálózatokat én terveztem, és hát sajnos 10 évvel később kellett átvennem, amikor édesapám sajnos elhunyt, akkor kellett átvegyem ezt az egészet, és 2002-től viszem én a céget próbálom vinni. Most jelenleg még kilométerben is körülbelül tudom mondani, tehát több mint 3000 kilométernyi optikai gerinckábellel rendelkezünk, amik ezeket a 350 települést köt össze jelenleg, szinte egy rendszerben, és ezt körülbelül 14 ügyfélszolgálattal látjuk el a különböző területeket, tehát igyekszünk azért egy ilyen 30-50 kilométeres körzetekben lefedni úgy a területet, hogy mindenhol legyen ügyfélszolgálatunk, mindenhol van szervizcsoportunk. Hát több mint 320 ember dolgozik ezen az egész rendszer üzemeltetésén gyakorlatilag. Annak körülbelül a 30%-a fizikai állomány, aki gyakorlatilag a hálózat üzemeltetését végzi, aztán van a értékesítésben megint csak egy 30%, és a másik 30% az teljesen vegyesen a informatika területétől kezdve egészen a gazdaság. Tehát ezt a területeket visszük. Ahogy mondtam, 14-15 telephelyen dolgozunk. Mondjuk a legnagyobb rész itt van Szekszárdon, tehát itt majdnem az 50%-a itt dolgozik a dolgozóknak, a többi meg teljesen a hálózat földrajzi topológiának megfelelően van szétosztva. Itt a Magyarország közigazgatását ellátó gerinc csatlakozási felületét látjuk, ahonnan a
a közigazgatási végpontokat látjuk el itt helyi szinten, és idáig ők eljönnek, és innen meg mi adjuk nekik az utolsó pár kilométer optikai szakaszokat. A kollégáknak is javarésze azért úgy van, hogy finoman kineveljük őket. Tehát azok. Hogy van olyan nagyon sok kollega, aki itt végezte az iskoláit is. Tehát levelező nyilván, vagy valamilyen módon. Tehát, hát van olyan rész, ahol kicsit nagyobb a cserélődés, de van, ahol nincs. Azért műszaki területen szerencsére tudjuk azért tartani a kollégákat, de hát egy call centerben azért a kiégés jelei sajnos megmutatkoznak, tehát ott az más szituáció, hogy egy call centerben dolgozó, vagy egy front office-on dolgozó kolléganő is. Hát jelenleg 5 milliárd forint értékben csinálunk beruházást, körülbelül 50 helyszínen, tehát teljesen különböző. A nagyobb településeinkkel most építjük át a lakótelepülésen az optikai hálózatokat, illetve új optikai hálózatokat is építünk ki több járásban, a Dél-Dunántúlon, meg Közép-Dunántúlon is. Ez egy házatfelügyeleti központ, ami gyakorlatilag itt az az egyetlen egy hely a cégnél, ahol non-stop dolgozunk, tehát gyakorlatilag éjjel-nappal. Itt állandó ügyelet van, és itt van a kapcsolattartás egyes szolgáltatókkal, illetve itt látjuk a hálózatnak az összes paraméterét. Kb. 5-8 paramétert figyelünk a hálózaton, és azoknak a monitorrendi rendszereit itt láthatjuk a falon, meg a kollégák előtt a kijelzőkön. Fejlesztést, 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 ez a mottónk, és ahhoz próbáljuk magunkat tartani. Tehát én azt gondolom, az optikai átépítésekkel azért egy 5-10 évet el fogunk azért ekkora hálózaton dolgozni, és hát szolgáltatások számát tekintve is remélem, hogy bővülés lesz. Azt gondolom, hogy a Magyarországon az 1 négyzetkilométeren felelhető optikai kábel hozba szerintem mi vezetünk, legalábbis ez a, legalábbis azt gondolom, hogy ez talán nem nagy képűség kijelenteni.